Az szinte természetes, hogy amikor lehet rendezvényt szervezni, a látogató közönség a lebonyolítók között minden esetben találkozik a polgárőrség tagjaival. De az sem feltűnő már, hogy az esti órákban a szervezet gépkocsija járja az utcákat, segítve ezzel a közbiztonság fenntartását. A polgárőrség létjogosultságát nem kérdőjelezi meg senki, így a helyi önkormányzat Tolnán is hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet működőképessége fennmaradjon. Ennek megfelelően a helyi szervezet vezetője Szilák Henrietta azt mondja, gazdaságilag és feladataik elvégzésében is kiegyensúlyozott évet zárhattak. Az Országos Polgárőrszövetségtől, illetve Tolnai Önkormányzattól kapunk minden évben támogatást. Messze menőleg segítik, támogatják a munkánkat a város is, és tulajdonképpen mind a gépjármű működtetésével, illetve egyéb más költségeinket tudtuk teljesíteni, meg tudtuk oldani. Jelenleg 16-an vagyunk, ebből 13-14 fő, aki aktív szolgálatot lát el. A másik, van két fő, aki gazdasági oldalról segíti, támogatja a munkánkat, illetve a felügyelőbizottság tagjai. Az alapfeladat, mely a közterületek biztonságának biztosításában való részvételt jelenti, nem változott. A helyzet azonban új kihívások elé állította a szervezet tagjait. Mostani helyzetben egy kicsit azt mondom, hogy úgy nyugodt a város, mert ugye az emberek megszokták azt, hogy otthon vannak, nem nagyon mennek utcára. Az utcai randalírozás is ebből kifolyólag, én azt mondom, hogy mondható, hogy megszűnt. Persze van egy-egy eset, tehát vannak renitens emberek, de tulajdonképpen most csönd és béke van. Igazából talán az illegális hulladéklerakás volt az, amiben szerepünk volt, habár ebben is nagyon sokat lépett a város előre, és most talán ez is rendeződik. Egy-egy háznál vannak ilyen problémák, de a közbiztonságot én azt mondom, hogy most csönd van, tehát viszonylag csönd van a városban. A közterület felügyelővel is rendszeresen havonta kétszer szolgálatban egy kollégánk járja a területeket, a várost ellenőrzi egyrészt a hulladéklerakást, másrészt az utak állapotát, a közlekedési táblák állapotát, illetve hát részt veszünk a városban ez a közlekedési munkacsoportban is, ugye, akik a közlekedést változtatásában dolgoznak, és ott is az észrevételeinket, javaslatainkat el tudjuk mondani. Nagyon sok program elmaradt, iskoláknál, óvodáknál nagyon sok rendezvény nem volt megtartva, így a rendezvénybiztosítási szerepünk egy kicsit átalakult, illetve hát ugye ez az új, ez a járványhelyzete való tekintettel többször kértek fel bennünket úgy rendezvényeknél, hogy a védettségi igazolványokat segítsünk ellenőrizni a beléptetésnél. Én úgy gondolom, hogy a lakosság nagy része támogat bennünket. Nagyon sokszor kapunk telefont segítségkérésként, vagy jelzést, ha valami problémát találnak a városban. Hát biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem olyan a jelenlétünk, ugye esetleg, ha szólunk valamiért, ugye azok nem biztos, hogy tetszik nekik, vagy szeretik, de én úgy gondolom, hogy azért örülnek annak, hogyha ott vagyunk az utcán, és látják, hogy kint vagyunk, jelen vagyunk. Bár ahogy hallottuk, az elfogadottság megvan, ám az nem jelenti azt, pont úgy, ahogy más szolgálatot teljesítő civil kezdeményezések esetében, nagy létszámban jelentkeznének a polgárőrség soraiba. Évek óta küzdünk azzal, hogy szeretnénk a polgárőrség létszámát bővíteni. Itt nem tizenvalahány főre gondolok, itt 4-5 fő is az, ami már segítene nekünk. Sajnos a fiatalok, de én még mondhatnám, hogy a középkorosztály is egész elég nehezen lehet bevonni ebbe a munkába, az önkéntesség, ugye ez nem igazán működik. Egyik oldalon ugye látják, hogy azért vannak szabályaink, tehát egyenruhába megyünk, azért itt meg kell tanulni a szolgálatellátásnak a szabályait. A másik oldalon meg ugye azt mondják, hogy hát ők nem mennek ki, ők inkább otthon maradnak, vagy nekik nagyon sok dolguk van. Szeretnénk azért ebben egy kicsit előrelépni, ez most már végül is több éve célunk, megpróbáljuk a fiatalokat megszólítani. A célközönség a középiskolások hada, akik az érettségihez kötött kötelező 50 órás közösségi munkát a polgárőrség sodaiban is teljesíthetnék.